Találtam lila krumplit. Sziasztok! Itt Miharu, és nem hiszitek el, mit találtam. Járom a boltot nagyban, és erre találtam lila krumplit. Na mondom, ezt nekem meg kell venni, hazahozni, és csinálni belőle mondjuk sült krumplit. Ez a videó nem lesz hosszú, igazából nem túlságos az a főzős videó lesz, hanem inkább érdekességként, mert én még életemben nem láttam lila színű krumplit. Nagyon sok mindent láttam már, ugye neten keresztül, ugye csomó mindenhez hozzá, információhoz hozzájut az ember, de lila krumplit élőben nem láttam még soha, úgyhogy, és az ízére is nagyon kíváncsi vagyok, vettem belőle egy kilót, úgyhogy pucoljuk meg, és lássuk, milyen maga ez a krumpli. Nos, már előkészítettem ide egy tál vizet, ugye ebbe fogom berakni a meghámozott krumplikat, és ugye előtte meg is mostam őket, úgyhogy, illetve egy ilyen csodálatos kis hámozót, és most nézzétek meg a krumplit! Én még életemben nem láttam amúgy lila krumplit, úgyhogy ez nekem egy ilyen érdekesség. Előveszek egy másikat. Tehát olyan szinten durvan, szerintem látszik is azért a felvételen, hogy lila az összes, hogy én nagyon extrémen kíváncsi vagyok ezeknek a lila krumpliknak az ízére. Tehát... nos igen. Úgyhogy most ezeket meghámozom. Úgyhogy... lássuk. Lássuk. Milyen lesz amúgy is ez a csodás lila krumpli. Uhú, lila! Így. Itt fogok hámozni. Kiszedem a krumplikákat, így, és a zacsiba fogom rakni a híjat, így, né, na, most már jó, na oké, szóval, és közben a sütő ugye elő van melegítve 250 fokra, és felvettem, de kb. Ez a 3 perces videó, majd azóta pumpi, szóval előmelegítem. Na lássuk, csak szólok, hogy utálok krumplit pucolni. Ez nem olyan lila. Azt hittem, hogy belülről is olyan durván lila lesz, mert kívülről nagyon durván lila. Tehát, na mindig. Most be vagyok csalódva. Ez olyan, mint hogyha megkapnád a karácsonyi ajándékot, ez egy csomag rágó. Érted? Amit már kaptál egyszer, tavaly. És annak a másik fele... mint a beáztatták volna ecetbe. Vagy ecet? Elmondok már hülyeséget. Céklalébe. Jó van. Azt legalább érted, a krumpli pucolást érzetesebbé tette volna, hogy hallod, ez lila, érted? És akkor... nem tudom, egyébként lehet, hogy belerakták céklalébe, vagy mi? És akkor érted, beáztatjuk egy kis céklába, vagy beoltjuk a krumpli céklába, na már most lila, csak úgy néz ki, nem tudom. Hol egy kés? Fel kell darabolnom. Muszáj. Nem bírom. Amúgy is feldaraboltam volna, üsse kavics. Hát... az illata sima krumpli illata van. Nem értem.
kell lila krumplit csinálni, vagy ez természetesen nő? Nem néztem utána. Ahem. Na, felszedték ezeket a krumplikákat, és megsütjük őket a sütőbe. Jó, hát csináltam valami kocka krumplit, az most, na most van itt. Most szál krumplik lesznek. Utálok krumplit pucolni. Utálom megcsinálni a sima krumplit. Na, jó. Ez olyan, mint a hagyma pucolás. Na, lássuk. No, meg lettek hámozva, és ilyenek lettek a krumplikák. Most szépen felszeleteljük őket, de amiből még nem szedtem ki a hibás részt, azt még kivágdosom, és akkor megnézzük, hogy milyen. Szerintem egyes embereknek rossz nézni a szeletelésemet, hogy úristen, ez mindjárt letépi az ujját. Hát vannak olyan pillanatok, amikor én is úgy érzem, hogy itt most durva új letépések lennének, de szerencsére ilyen a nagyon béna technikám ellenére nagyon ritkán fordul elő. Előfordul, hogy elveszítek az ujjamból egy darabot, de nem olyan vészes, visszanő. Na, szerintem ez jó. Ne végedett vagyok. Szépen megmossuk, átmosom a mosiba, a mosogatóba. Lecserélem a vizet, átmosom, aztán mindjárt rakom is akkor a tepsibe. Nos, ilyenek lettek a krumplikák. Igazából eléggé lilák, nem tudom, hogy a képen, valamint hogy a videóban elég lila-e, mert valóságban igen. Úgyhogy nagyon-nagyon, tehát ilyen lilás erezetű, márványos konkrétan az egész. Szépen megmostam őket, úgyhogy egy kicsit így megtörlöm, ugye törlőkendővel, mert lények annyira vizesek, és mehetnek be a serpenyőre, és egy kis olívaolajjal meg fűszerezve, igazából csak azzal, egy kis sóval, így megsütjük. Na, szóval, van nekem egy ilyenem, ezzel fogom befújni ezeket. Ennyi szerintem bőven elég lesz, hogy egy. Ez bőven elég. És akkor ez is elszorva konyhasóval, csipetekkel, szóval megsütjük. Ídni. Asztal, szebbis forró. Szóval, lehet, hogy túl forróztam. Milyen durván lila már. Nagyon jó. Na mindegy. Bye bye krumplik! Úgyhogy most várunk egy pár percet, és megsül! Nos, hát én talán megsült. Már a sima krumplin jobban látszik. Szerintem. Kiveszek egyet, és megkóstolom, hogy már sült-e. Úgy néz ki, mintha megsült volna. Úgyhogy remélem tényleg így is van. Na nézzük. Sima krumpli íze van.
De nem sült krumpli íze van, hanem inkább főtt. Ja, félig főtt, és kívül egy picit ropogós. Nem baj, szedem a főtt krumplit. Kiszedem a krumplikat. Még jobban megsózom. És mondok pontosabb ítéletet. Nos, így néznek ki a krumplik. Hát megmondom őszintén, hogy a való életben ez úgy néz ki, minthogyha a krumplival valami baj lenne. Bulinak jó, hogy a krumpli kicsit ilyen lilás. Viszont azt kell mondanom, hogy egyébként, meg hogy valaki ránéz, hogy tessék sült krumpli, és elé tálalsz egy ilyen lila színű krumplit, és úgy néz ki, mintha romlott lenne a krumpli, de amúgy nem. Úgyhogy most megsóztam normálisan, úgyhogy megkóstolom még. A színe nem bizalom gerjesztő, de szerintem, mivel sima krumpli íze van, vagy volt az előzőnek, úgyhogy szerintem ez nem lesz semmi probléma. Na, itt vannak a krumplikák, mint láthatjátok, és most kóstoljuk meg úgy normálisan, egy kicsit már hűlt, és megsóztam. Azért rendesen, de így. Így, né? No, akkor krumplikra fel. Vá, még mindig azért van közte meleg krumplika. Sima sült krumpli íze van. Nincs különbség ízileg. A normál, nem ilyen színes krumpli és az a lila krumpli között. Annyi igazából, hogy a ránézésre nem olyan nyilvánvalóan, mint a sima krumpli a kinézete. De ízileg nem. Tehát ízileg nincs különbség. Annyi, hogy ha valaki akar egy kicsit ilyen különlegesebbet kinézetre, és tök jól elmojol a krumpli hányzáson, és akkor látják, hogy hú, hát ez lilaszínű krumplit vett, akkor ennyi. Ennyi a plusz funkciója egyébként. Na mindegy. Nekem ízlik, sima krumpli íze van, szóval csak annyi egyediség, hogy más színe. Ha van még hasonló ötletek arról, hogy miért kóstolnék meg, és van még hasonló furcsa dolog, amit ti tudtok, és esetleg én nem tudok, vagy úgyis el fogom olvasni, akkor a lent a komment szekcióba írjátok meg nekem, hogy mi az, amit szívesen látnátok tőlem. Úgyhogy ez szerintem nagyon érdekes volt, úgyhogy biztos van még egyébként hasonló. Sőt, biztos 100%, hogy van. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek, várok minden ötletet. Ha még új vagy a csatornán, és szeretnél további hasonló videókat látni tőlem, akkor mindenféleképpen iratkozz fel a csatornára, és nyomd meg mellé a kis csengőgombot, mert anélkül a YouTube nem küld értesítést arról, hogy bármilyen nemű videót feltöltöttem ennek csodálatos, fantasztikus csatornára. Illetve ha még szeretnék a közösséghez tartozni, akkor van lent egy Discord szerver, ha arra fellépsz, akkor ott tudsz kommunikálni a többi feliratkozottal, illetve bárkivel konkrétan, még akár nem feliratkozottakkal is. Vannak különböző chatszobák, játékszobák, stb. Ott kereshetsz magadnak partnert, még vannak különböző LOL-hoz, vagy stb. Illetve, hogyha ott csatlakozol hozzánk, akkor ott is jelez neked a Discord, ha feltöltök bármi videót a csatornára. Tehát néha egyébként hallottam, hogy nem olyannyira jó a YouTube-nak ez a kis csengő rendszere, nem mindig küld értesítést azoknak sem, akik fel vannak iratkozva és meg van nyomva a csengőgomb, viszont az a Discord szerver az 100%-osan működik, amit a kis adminok raktak össze, fantasztikusan ügyesen. Így az biztos, hogy 100%-osan küld neked értesítést arról, hogy feltettem valamilyen videót a csatornára. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és azt is, hogy megnézted a videót, és ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, illetve ha nem vagy feliratkozva, egy feliratkozás gombot a kis csengővel,
illetve várlak nagyon nagy szeretettel a Discord szerverünkön, ahol én is elég sűrűn fent vagyok, és bármit írtok, én azt látni szoktam, még akkor is, ha azt jelzi, hogy nem vagyok fönt, mert igen, látom, fent vagyok. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, itt voltál, további szép napot kívánok, sziasztok!